most mennem kell, de nem feledem, amit tőled kaptam. Szól a búcsúzó dal. Évzáró ünnepséget rendeztek az óvodában, amelyek keretén belül elbúcsúztatták a nagycsoportosokat. Az óvoda két csoportjából összesen 28 gyermek ballagott el. Ők szeptemberben megkezdik az általános iskolai tanulmányaikat. Mai alkalom az évzáró volt, és a nagycsoportos óvodások búcsúztatása. Ebből a célból gyűltünk ma itt össze, és ünnepeljük az iskolába menő nagycsoportosokat. Két csoportból ballagtak, összesen 28 gyermek, 17 süni és 11 maci csoportos. A gyermekek dalokkal, versekkel, körjátékkal ünnepeltek. A búcsúzó gyerekek rövid, tréfás versekkel egyenként is bemutatkoztak a közönségnek. A lányoknak udvarolok, iskolába így indulok. Összes verset megtanultam, a fiúkat helyre raktam. Forgok, forgok, énekelek, persze, hogy iskolás leszek. Cserpes vagyok, cserpes vagyok, a fiúkkal útkodok. A szervezésben a szülők is részt vettek. S mert mégiscsak búcsúzásról szólt a nap, volt olyan kisgyermek, akinek könnyeket csalt a szemébe ez a szép ünnep. Szeretnénk megköszönni a szülőknek a rengeteg virágfelajánlást, illetve a segítséget. Köszönjük szépen, hogy ilyen gyönyörűvé tették ezt az ünnepet nekünk. Szőlő érik, vesző hajlik, rengetegen jöttek ide a Baracsi iskolába, de többen választották, úgy tudom, a Vasvári általános iskolát a városban, illetve a Móric iskolába is mennek. Hát a Móricba szépen éneklőseink mennek elsősorban, illetve a Vasváriba a legtöbben az úszás és a torna miatt jelentkeztek. Az óvoda négy csoportja összesen 98 gyermeket tud fogadni. A beiratkozás tavasszal már megtörtént, szeptemberben 25 kiscsoportos gyermek kezdheti meg majd az óvodai életet. Az ünnepség végén az óvodavezető búcsúzott el az óvodásoktól, és a hagyományokhoz híven tarisznyával és egy kis ajándékkal indította el a gyermekeket az iskolai évek felé vezető útra. Ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen. Kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat!